Jó estét kívánok, sziasztok! Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szeretnénk most úgy jönni eléd, mint az az ember, aki egy hete nem ivott és szomjúzik, és azt mondták, hogy itt inni kap. Szeretnénk úgy eléd jönni, mint az az ember, aki itt bolyong a világban, évek óta talán, és keresi az élet értelmét, és ide jött ezen az estén. Szeretnénk úgy eléd jönni, mint az az ember, aki reménytelen, és a reményt keresi. Szeretnénk úgy eléd jönni, mint az a keresztény, aki már kiábrándult a kereszténységből, mert nem azt kapta, amit várt. Uram, te pontosan ismersz bennünket. Vágyakozunk rád, és azért imádkozunk, hogy legyél itt, és érints meg. Nem emberi bölcsességet, hanem a te igazságod és a te érintésed, amire vágyakozunk. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen. A mai alkalommal egy kétrészes sorozatot kezdünk el, és ebben a két alkalomban Isten szent lelkének a legfantasztikusabb munkájáról szeretnék beszélni, aminél nincs fantasztikusabb munkája. Ez pedig az ébredés. Az ébredés. Ébredésnek hívják azt, amikor Isten szent lelke mozdul, és tömegek térnek meg. Amikor Isten szent lelke munkálkodik, és halott gyülekezetek életre kelnek. Amikor Isten szent lelke úgy mozdul, hogy halott egyházak életre kelnek. Ezt hívjuk ébredésnek. Isten munkája ez, a szuverén Isten szent lelkének a csodálatos munkája. És erről szeretnék beszélni. Az ébredések nem csak azt eredményezték mindig, mindenkorban, hogy az emberek megtértek, újjászülettek, közelebb kerültek Istenhez, hanem sokkal nagyobb hatása volt. Az ébredések mindenkorban megváltoztatták a történelmet egy kicsit, valamikor nagyon. Az ébredések mindenkorban hatottak a társadalomra, sokszor a politikai életre, a történelem folyamatát változtatták meg. De a legfontosabb az, hogy az ébredések mindig sokakat vittek Jézushoz. Sokakat vittek Jézushoz. És azt gondolom, hogy egy újjászületett kereszténynek ez a legnagyobb vágya. Hogy egy ébredést lásson. Hogy jöjjön egy ébredés. Hogy részt vegyen egy ébredésben. Lehetséges ez? Itt és most? Ma? Lehetséges-e ébredés itt Európában, ebben az országban? Vajon lesz-e ilyen ébredés? Vajon hogyan vesszük észre, hogyha egy ilyen ébredés közeledik? Vajon mi hívők mit tehetünk, hogyha itt van egy ébredés? Mit tehetünk azért, hogy jöjjön egy ébredés? Egyáltalán tehetünk valamit? Ez nem kizárólag a szuverén Isten munkája? Vagy lehetséges az, hogy azért nem jön egy ébredés, mert mi akadályozzuk azt meg? Valamit mi teszünk, vagy nem teszünk? És azért nem jön egy ébredés? És ha itt van az ébredés, hogy vesszük észre? Mi fog történni? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre szeretnék választ adni. Ezekkel fogunk foglalkozni. És három tanúbizonyságot hívunk meg, hogy tegyen tanúságot arról, hogy mi az ébredés. Az Ószövetséget, az Új Szövetséget és az egyház történelmet. Nézzük először az Ószövetséget. Mit tudhatunk meg az Ószövetségből, az ébredésekről?
Ahogy az Ószövetségben vizsgáljuk Isten népének a történetét, nagyon érdekes dolgokat láthatunk meg. Azt találjuk, hogy az ébredések azok egyáltalán nem szokatlan dolgok, egyáltalán nem ritka események. Azt látjuk, hogy Isten népének a története maga ébredések sorozata. És arra nem lesz időnk, és nem is célom az, hogy itt most végignézzük az összes ébredési történetet és eseményt az Ószövetségben. De szeretnék egy pár példát felvillantani. A Bírák 2-ben olvassuk például azt, hogy a nép elfordul Istentől, és nyomorúságba jut. A környező ellenséges népek legyőzik Isten népét, leigázzák. Aztán ez a nép elkezd kiáltani Istenhez. És az Isten meghallgatja ezt a kiáltást, és kiszabadítja a népet. Úgy, hogy olyan vezetőket, bírákat állít, akiken keresztül munkálkodott. Aztán ezek a vezetők később meghalnak, jön egy új generáció, és a nép elfordul Istentől. És minden kezdődik előről. És amit itt felolvastam, ez nem egy egyedi példa, hanem nagyon tipikus példája az, hogy mi történt és mi történik Isten népének az életében újra és újra. Ha megnézzük az Ószövetségben a királyságok történetét, ott is azt látjuk. Ha olvassátok az Ószövetséget, találkoztok ilyen mondatokkal, hogy voltak királyok, akik azt tették, amit utál az Úr. Ezek voltak a rossz királyok, a gonosz királyok. Aztán olvasunk olyat is, hogy voltak királyok, akik azt tették, amit helyesnek lát az Úr. Ezek voltak a jó királyok. Egyszer rossz király, egyszer jó király, ezek váltogatták egymást. A rossz királyok bálványimádásba, erkölcstelenségbe vitték a népet, aztán a jó királyok pedig visszahozták Istenhez. Megfigyelhetjük, hogy a teljes romlásból mindig ébredések vitték ki a népet, és vitték vissza Istenhez. Ez a ciklus azonban mindig újra, és újra, és újra, és újra ismétlődik. Sajnos. Az ébredések nem maradtak meg, nem állandósultak. A nép mindig elfelejtette Istent. A nagy jólétben elfeledkeztek mindig az Istenről, aki kihozta őket a nyomorúságból. Aztán olyan utakon jártak, amik utálatos az Isten előtt, aztán Isten ítélete jött, aztán kiáltottak, és Isten megint megszabadította őket. Nagyon érdekes, hogy nem mindig folytatódott ez a ciklus, és ez számunkra egy fontos tanulság. Nem mindig kezdődik minden előről. Az Ószövetségben azt látjuk például az északi királyság esetében, hogy a romlás és a bűn olyan mélyre vitte a népet, hogy Isten azt mondta, vége. Eltörölte az északi királyságot. Sajnos a déli királyság sem követte Istent mindig. Hol követték, hol nem. Az Ószövetségben látunk néhány olyan példát, amely annyira csodálatos példája annak, hogy mi történik ébredéskor. Egyre szeretném felhívni a figyelmeteket. A 2 Krónikák 34-ben Jósiás királyról olvasunk, és Jósiás királyról azt olvassuk, hogy megtalálja a törvénykönyvet, és megtér. Megtalálja a törvénykönyvet, megtér, és mit csinál? Felolvastatja Isten igéjét a nép előtt, és a népet is megtérésre vezeti. Egy csodálatos ébredést látunk itt, hogyha elolvassátok. Azonban Jósiás után is jöttek olyan királyok, akik már nem voltak annyira Isten követőek.
és a nép újra eltér, újra ítélet jön. Aztán fogságba kerül, aztán Isten kihozza onnan őket. Amit megfigyelhetünk az az, hogy az ébredéseket Isten újra és újra azért hozta el az Ószövetségben, Isten népe életében, hogy felé lesz-e őket, hogy kihozza őket a bűnből, hogy magához vonja őket. Ezt látjuk folyamatosan. És nagyon érdekes megfigyelnünk azt, hogy az ébredések esetében mindig az volt a kulcs, hogy visszatértek Isten igéjéhez. És aszerint kezdtek élni. Ugye például az idézett 2 Krónikák 34:30-ban azt olvassuk, hogy Jósiás felolvastatja az igét a nép előtt. Ugyanezt olvassuk más helyen is, Nehémiás 8:3-ban azt olvassuk, hogy Nehémiás felolvasta az igét a nép előtt. A proféták, mit csináltak a proféták? Mindig Isten igéjét mondták a népnek. Mindig Isten igéje volt az, ami útmutató volt a népnek, és ami segített. Segítette a népet visszatérni Istenhez. Nagyon röviden nézzük meg, hogy az Új Szövetségben mit látunk az ébredésekről. Az Új Szövetségben az első nagy ébredés pünkösd. A pünkösdi esemény, amit ugye az Apcsel 2-ben olvasunk. Isten pünköskor kitöltötte az ő szent lelkét, tömegek tértek meg, tömegek születtek újra, hatalommal és erővel elkezdték hirdetni Isten igéjét. Ezt látjuk. Azt is megfigyelhetjük, hogy a pünkösdi ébredés óriási hatása azt is eredményezte, hogy megerősödött az ellenállás az ébredéssel szemben. Az ellenség meg akarta állítani az ébredést. És például azt olvassuk, hogy a gyülekezet imádkozik, Péter és János kiszabadul, ugye ismeritek a történetet, ugye, hiszen Phil nemrég tanította ezeket az eseményeket az Apcselből. Újra betölti őket a Szentlélek, és újra hatalommal hirdetik az igét. Hát figyeljétek meg, mit látunk? Az ébredés elindul, egy ellenállásba ütközik, a gyülekezet imádkozik, és legyőzi az ellenállást. És ez volt a kulcs, hogy tovább menjen az ébredés. Erről majd még fogok beszélni, majd a következő alkalommal sokkal részletesebben is. Aztán folytatódik az ébredés. Ugye az Apcselben is. Ugye pont ezt tanulmányozzuk vasárnaponként, ugye, hogy az Apcselben versről versre haladunk. Ugye látjuk azt, hogy az evangélium terjedését az is segítette, hogy elkezdik üldözni a keresztényeket, a keresztények szétszóródnak a világban, és mindenhova elviszik az örömhírt. Az Új Szövetségben azt látjuk, hogy az ébredés azért nem teljesen ugyanaz, mint az Ószövetségben. Észrevehetünk különbségeket is. Az Ószövetségben az ébredés elsősorban azt jelentette, hogy visszatértek Isten igéjéhez, és aszerint kezdtek el élni. Az Új Szövetségben ezzel szemben ennél sokkal többet jelent az ébredés. Nem csak az történik, hogy Isten igéje, a Biblia a kezünkbe kerül, hanem az is történik, hogy Isten kiönti a lelkét, és minden hívő kapja Isten szent lelkét. És Isten mindenkit be akar vonni az ébredés munkájába. Ez is más, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben általában Isten egy karizmatikus vezetőt támasztott, akin keresztül munkálkodott. Az Új Szövetségben Isten mindenkin keresztül akar munkálkodni. Azonban mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben megfigyelhetjük azt, ezt a ciklikus mintázatot, amiről már beszéltem, hogy az ébredés, ami elindul egy idő után, lelankad, elszáll, Isten népe elfordul Istentől. És Isten egy újabb ébredést támaszt.
bárcsak a pünkösdi ébredés folyamatos maradt volna. De az egyház történelem a tanulság arra, hogy nem maradt. És hát ezzel elérkeztünk a harmadik tanúhoz, hogy egy kicsit megnézzük az egyház történelmet is, hogy mit látunk az ébredésekről. És az az érdekes, hogy az egyház történelem is tele van ébredésekkel. Szinte a történelem szekerét ébredések sorozata viszi előbbre. Amikor például az egyház, az államvallás lett, akkor ugye nagyon sokan lettek keresztényekké, valódi megtérés nélkül. Olyan ez, mint manapság itt Európában. Ugye nem üldözik a keresztényeket, sokszor divat kereszténynek lenni, és az egyház tele van olyan emberekkel, akik csak látszat keresztények, valóságosan nem tértek meg, és nem születtek újonnan. És akkor, amikor ez történt, ugye, hogy amikor államvallássá vált a kereszténység, szükség volt egy ébredésre, és Isten ébredést támasztott, ébredési mozgalmakat indított. Hogy ha a világ bevonult az egyházba, mert ez történt, ugye, amikor felhígult az egyház, a világ bevonult az egyházba, akkor az igazi tanítványok közül nagyon sokan úgy döntöttek, hogy kivonulnak az egyházból. És így jöttek létre a remete és szerzetes közösségek. Ezek ébredési mozgalmak voltak. Azonban ez a ciklus, amiről már beszéltem, újra és újra folytatódott. A szerzetes közösségek is később elveszítették az eredeti céljaikat. Nagyrészt politikai célokat szolgáltak később, és a világi egyház vezető intézményeivé váltak. Újabb ébredés kellett, és Isten újabb ébredést támasztott. Ezek voltak a különböző szerzetesi reformmozgalmak abban az időben. A Beckhardok és a Beginák közössége. Ennek eredményeképpen jött létre. Aztán volt egy idő, amikor az egyházban olyan nagy volt a különbség a gazdag egyházi vezetők és az egyszerű ember között, hogy egy érdekes ébredési mozgalom jött létre. Ez volt a kolduló rendek mozgalma. Ekkor jöttek létre a valdensek és a ferencesek rendje. Ezek mind ébredési mozgalmak voltak abban az időben. Aztán megint eltelt egy kis idő, ugye ilyenkor évtizedek, évszázadok telnek el, és az egyház már odáig süllyedt romlottságában, hogy az üdvösséget elkezdte pénzért árulni. Óriási szükség volt ébredésre. Egy olyan kor volt, ahol már a Bibliát mindenki elfelejtette, és a létező egyház teljesen korrupt volt, és nyomorgatta az embereket. És jött egy óriási ébredés. Egy óriási ébredés, amit úgy hívunk, hogy reformáció. Jött Luther, Zwingli, Calvin és a többiek. És a reformáció egy olyan óriási ébredés volt, amely megrengette a világot. És bizony a világ politikai, társadalmi, kulturális és nagyon sok területén változásokat hozott. A reformációnak még ma is érezzük a gyümölcseit. Azonban sajnos a reformáció sem maradt folyamatos ébredés. A reformáció utáni időszakban is történt egy olyan dolog, hogy az emberek, a gyülekezetek egy része, az egyházak egy része, a létrejött egyházak, az akkor létrejött egyházak egy része is eltávolodott Istentől. Volt egy idő, amikor a teológia már öncélúvá vált, és észhit lett belőle. És mit ér az, hogyha a kezedben van a Biblia, és itt van az eszedben is, de a szívedben nincs? Ha nem éled, amit hiszel, semmit nem ér az. És újra ébredésre volt szükség. A másik nagy probléma, ami bekövetkezett, ugye, hogy a létrejött gyülekezetek és egyházak és ébredések után általában mindig ez történt, azzal a csodálatos lendülettel, ahogyan keletkeztek, egy idő után belementek
olyan dolgokba, amik megrontották őket. Politikai hatalom, befolyás, és sok minden más rontotta meg már az egyház történelemben, meg annyi egyházat és gyülekezetet. És ez történt a reformáció utáni időkben is. És megint újabb ébredésre volt szükség. És Isten kegyelméből újabb ébredések jöttek. Nagyon sok ébredés. A 16., 17., 18. század tele van ébredésekkel. Ott van a puritánok mozgalma a 16. században, a kvékerek és a pietisták mozgalma a 17. században, a metodisták mozgalma a 18. században, és nem akarom folytatni a sort. És ezek az ébredések megint új gyülekezeteket hoztak létre. És ahogy mondtam, kihatott a világtörténelemre is. Az Egyesült Államokban eltörlik a rabszolgaságot. Ez egy ébredés következménye. Létrejön az Egyesült Államok. Ez egy ébredés következménye. Nagyon érdekes dolgokat láthatunk a történelemben. Azonban a ciklus újra és újra megfigyelhető. Ez a szomorú ciklus, hogy az ébredés véget ér. Isten népe újra függetlenedik Istentől, elkényelmesedik, eltávolodik. Bűnben él, és megint újabb ébredésre van szükség. Volt egy idő, amikor Isten igéjéből szabályrendszert csináltak, és a keresztény élet nem belső megélésből fakadt. Újabb ébredésre volt szükség, és jött. Isten újra kiöntötte a lelkét. Jöttek a pünkösd és a karizmatikus mozgalmak. Ezek ébredési mozgalmak voltak. Te most itt vagy a budapesti Golgota gyülekezetben. Tudod azt, hogy ez a gyülekezet is egy ébredésnek a gyümölcse? A 60-as években, az Egyesült Államokban, Jézus mozgalom néven, óriási ébredés volt a hippik között, a csalódott fiatalok között. Ezrével tértek meg az emberek. Golgota gyülekezetek akkor keletkeztek. Az, hogy te ma itt lehetsz és itt vagy, ez egy ébredés gyümölcse. És az ébredések nem álltak meg. Az ébredések folytatódtak, és folytatódnak. Ma is, ezen a napon ébredések vannak. Nem tudsz róla? Gondolom nem. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a ma folyó ébredések kicsit messzebb vannak tőlünk, főleg Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában. A másik pedig az, hogy a média erről hallgat. Tömegével térnek meg ma is emberek. Ébredések történnek a világ különböző pontjain. Tömegével térnek meg emberek annak ellenére, hogy tömegével írtják őket. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy több a vértanú, mint az első 4 évszázadban együttvéve. Hatalmas missziói munka folyik ma ezeken a területeken. És tudod, mi az érdekes? Hogy a világ első 10 országa közül, akik a legtöbb misszionárist küldik, nincs nyugati állam. India, Kenya, ilyen államok küldik a misszionáriusok, és mennek mindenfelé, Európába is, ide is. Úgyhogy, ha majd találkozol az utcán, ne csodálkozz. És tudod, hogy a legszomorúbb az, hogy ezek a csodálatos ébredések, amelyek létrehoznak új gyülekezeteket, ezeknek a nagy része, tudod, mi történik velük? Szektává válnak. Szektává válnak. Miért? Mert el vannak szigetelve, mert egyedül vannak. De az ellenség kihasználja, hogy a Krisztus test darabokban látszik. Pedig mindnyájan egy test részei vagyunk. És felelünk egymásért. Nincs időm arra, hogy részletesen beszéljek minden ébredésről. Szerettem volna csak felvillantani néhányat, és rámutatni néhány törvényszerűségre, amit látunk a Bibliában, amit látunk az egyház történelemben. Erre a ciklikus jellegre. De még egy picit hagyj beszéljek a Magyarország ébredésekről. Mert hát itt vagyunk Magyarországon,
magyarok vagyunk, nem mindenki persze, aki itt van. És ez is jó dolog, hogy ennyire sokszínű ez a gyülekezet. De azért egy pár magyar van itt. Magyarországon is ugyanígy voltak ébredések. Többször megfigyelhető újra és újra ez a ciklikus jelleg, hogy Isten ébredéseket hozott és indított. A századfordulótól kezdve sok ilyen ébredés volt. Olyan emberek nevéhez fűződik, mint Szabó Aladár vagy Kecskeméti István, lehet, hogy sokaknak ez nem mond semmit. Aztán a II. Világháború után is megfigyelhető egy nagy ébredési hullám, ami főleg a Betánia Szövetség nevéhez kötődik. Lehet, hogy egy páran az idősebbek talán hallottak róla. Az 50-es évek, ahol Magyarországon bizony elég keményen üldözik a felbukkanó ébredéseket, de voltak ilyen mozgalmak. Hadd említsek egy konkrét példát, amit közelebbről ismerek. A biatorbágyi Traus Erzsébet nevéhez, akit csak Liza néninek hívtak, kötődik egy nagy ébredés, ami nem is olyan régen történt, és ennek a hatása ma is érezhető. Én magam is szemtanúja voltam azoknak az eseményeknek. Én magam is beszéltem Liza nénivel nem sokkal halála előtt. Én magam is eltöltöttem egy hetet abban a biatorbágyi házban, ahol évtizedeken keresztül minden héten lelki konferenciákat tartottak, és nagyon sok ezren újultak meg, tértek meg, vettek részt ebben az ébredésben. És még volt más is, csak példákat említek. Vajon folytatódnak-e az ébredések Magyarországon? Lesz-e folytatás? Azért beszélek ma erről, mert jó okom van azt remélni, hogy egy ébredés előtt állunk. Egy ébredés előtt állunk. És szeretnélek titeket most csak olyan dolgokra emlékeztetni, amiket jól ismertek. A mi gyülekezetünk története. Abból néhányat, meg a közelmúltból. Az elmúlt 15 évben a budapesti gyülekezet néhány főből álló csoportból egy 1000 főnyi gyülekezetté növekedett. Fantasztikus Isten munkája. Most már a hét több napján tartunk bibliaórákat. Ugye vannak bibliórák vasárnap reggel, vasárnap este, hétfőn este, szerda este. Olyan sok szolgálatunk van, hogy nem is tudnám felsorolni. Nagyon sok ember életében munkálkodik Isten. Sokakat ismerek közületek. Hosszabb idő óta. És látom az életeteket, hogy Isten mit tett, hogy mit változtatott. És ámulok. És látom, hogy Isten mozdul. Látom, hogy a Szentlélek munkálkodik. És nem csak a mi gyülekezetünkben, az országban, ha jól számoltam, már 25 városban van Golgota gyülekezet. Ugye ebben az elmúlt esztendőben egy új gyülekezetet plántáltunk itt Budapesten. És ez csak a kezdet. Ez csak a kezdet. Ami ezután jön, azt elképzelni se tudjuk. Csak sejtem, mert Isten a meglepetések Istene. És akkor még nem is beszéltem a gyülekezeten kívül, más gyülekezetekben mi történik, itt az országban. Mert történnek dolgok. Isten szent lelke mozdul, ezt látjuk. A mi gyülekezetünkben valami készül. Reméljük, robbanni fog. Mit tehetünk ezért? Mit tehetünk az ébredésért? Mit tehetünk azért, hogy legyen egy ébredés? Mit vár Isten tőlünk? Hadd válaszoljak erre a kérdésre. Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, az kell, hogy megvizsgáljuk
az ébredéseket, amiket úgy felvillantottam egy párat a Bibliából, az egyház történelemből, hogy mik voltak a legfontosabb jellemzői. Mikor történtek ébredések? Ahogy a Bibliát és az egyház történelmet látom, mindig, minden esetben két fontos dolognak meg kellett lennie, hogy ébredés legyen. Enélkül, a két dolog nélkül nincs ébredés. Ez a két dolog pedig a bűn mélységének a megértése és a kegyelem hatalmának a felfedezése. A bűn mélységének a felismerése és a kegyelem hatalmának a megértése. Ez a két dolog. Enélkül, a két dolog nélkül nincs ébredés. Az első az, hogy a Szentlélek legfontosabb munkája, ha eddig nem tudtad volna, nem az, hogy neked nagy élményeket adjon, meg hogy boldoggá tegyen, hanem hogy megmutassa a bűnt az életedben. És megmutassa azt, hogy kegyelemre van szükséged. A bűn felismerése mit jelent? Mit jelent ez? A bűn felismerése azt jelenti, hogy rádöbbenünk, hogy teljesen el vagyunk veszve. Teljesen el vagyunk veszve. A kegyelem hatalmának megértése pedig azt jelenti, hogy felismerjük azt a csodálatos ajándékot, amit kaptunk. Hogy Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy a mi bűneink büntetését elhordozza. Hogy bocsánatot, szabadulást kapjunk. Új életet. Szeretnék valamit tisztázni ezen a ponton, és megállok. Lehet, hogy azt gondolod, hogy ez most az evangelizáció üzenete. Hadd mondjam el, hogy tévedsz. Ha azt gondolod, hogy igen, azért értél meg, mert fölismerted a bűnt, és hogy megváltóra van szükséged, és elfogadtad a kegyelmet, és megtértél, és újjászülettél. És akkor ezzel kipipáltad, és tovább mész. Hadd mondjam el, hogy tévedsz. Én most szeretnék újjászületett keresztényeknek beszélni a bűnről, és a kegyelemről. És nem érdekel az, hogy mikor tértél meg, hogy 100 éve vagy hívő, nem érdekel. Tudod miért? Mert azt látom, hogy minden ébredés Isten népével indult, a hívőkkel indult. Minden ébredés úgy indult, hogy Isten a saját népéhez szólt. Isten a hívőket ébresztette fel először. Miért fel kell őket ébreszteni? Fel. Fel. Fel kell. Mit mondott Isten a saját népének? Mit mond Isten ma a saját népének, az újjászületett keresztényeknek? Mit mond Isten? Azt, hogy tisztítsd meg a te életed, hogy edénye legyen az ébredésnek. De ehhez mi kell? Meg tudjuk mi tisztítani a saját életünket? Nem tudjuk. Két dolog kell, amiről beszéltem. Ennek a két dolognak az eredménye lehet csak ez. Ha felismerjük a bűnt az életünkben, és felismerjük a kegyelmet. Tudom, hogy sokan nem szeretnek a bűnről beszélni. Nem lehetne csak a kegyelemről? Valamit hagyd tisztázzak. Ha nem érted meg a bűn mélységét, soha nem fog megérteni, soha nem fogod megérteni a kegyelem magasságát. Miből tértél meg? A bűnből. Ha te másból tértél meg, mint a bűn, akkor nem tértél meg. A mi nagy problémánk a bűn. És újjászületéskor Isten nem veszi ki a bűnt a testünkből. Eljön majd egy idő, mikor új testet kapunk, és nem lesz bennünk bűn, de ez nem most van. Isten mást tesz az újjászületéskor.
ehhez olvasd el a római levelet, akkor megtudod. A bűn az bennünk van. És talán azért hagyta meg bennünk a bűnt, hogy folyamatosan rászoruljunk a kegyelemre. Kegyelemre van szükségünk. Micsoda a bűn valójában? Nagyon sokan azt gondolják, hogy a bűn az csak valami etikai vétség, valami rosszat tettem, gondoltam, csináltam. Nem, ez már csak a következmény. Isten világosan elmondja nekünk az igébe, hogy ez az állapotunk, ebben születtünk. Isten nélkül elveszettek vagyunk. Tudjátok, én azt gondolom, hogy mindannyiunkban ott van egy hajlandóság, hogy megtérünk, keresztények leszünk, és aztán berendezkedünk a világba. Minden úgy legyen a helyén. Persze, hiszek Istenben, hiszek Krisztusban, járok gyülekezetbe, van szolgálatom. Mennyi jó pontot szereztem az Istenné. De azért hagyjuk meg a dolgainkat a világban. Ott van az a kis saját terveim, a karrierem, azok a kapcsolataim, azok a szenvedélyeim, azok a vágyaim. Berendezkedünk a világban. De mit gondolsz, hogyha te úgy élsz, mint a világ, úgy gondolkozol, mint a világ, úgy érzel, mint a világ, akkor mi a különbség közted és a világ között? Semmi. Akkor te vagy a világ. Ha a te kereszténységed nem botránkoztató a világban, akkor az nem igazi kereszténység, akkor az egy felpuhított változata a kereszténységnek. Jézus üzenete mindenkorban radikális volt. Jézus is radikálisan beszélt. Miért volt botránkozás mindenkorban? A világ számára az igazi kereszténység? Megmondom neked, mert nem kötött kompromisszumot a bűnnel. Ezért. És nem tudom, hogy látjuk-e hívőként, hogy mi az a bűn, ami pusztít a világban is, meg bennünk, a kapcsolatainkban, a házasságodban, a barátságaitokban, a családotokban. Én 20 évvel ezelőtt értem meg és születtem újonnan. Akkor ismertem meg Jézus Krisztust. És azt kell mondjam, hogy a mai napon, 20 év múlva itt állok előttetek, és sokkal mélyebben látom a bűnt az életemben, mint akkor, amikor megtértem. Azt látom, hogy totálisan romlott ember vagyok. És ez nem túlzás. Egyrészt Isten igéje ezt mondja, másrészt a saját 20 évi tapasztalatom is ezt igazolja. Kimondhatatlanul szükségem van az Isten kegyelmére, mert el vagyok veszve. Itt és most el vagyok veszve, ha az Isten kegyelme nincs velem. És ez érvényes mindannyiunkra. Mi hajlandók vagyunk és hajlamosak úgy gondolkozni, hogy ügyesen kitöltjük azt, hogy mi tartozik a bűn kategóriájába és mi nem. Ugye azt mondjuk, hogy hát én nem öltem meg senkit. Hát nem vagyok azért olyan rossz ember. Nem raboltam bankot. Nem erőszakoltam meg senkit. Tényleg nem? Biztos? Emlékezzetek csak arra, hogy Jézus mit mondott? Ha már gondolatban elkövetted, megtetted. Azt mondja Jézus, ha már a gondolatban, a vágyaidban megjelent, még magasabbra tette a mércét, mint az Ószövetségben volt.
senki nem tudja átugorni. Miért tette ezt? Hogy meglássuk az állapotunkat, és vágyjunk a kegyelemre. Igen, lehet, hogy a világ azt mondja, hogy én nem vagyok rossz ember. Nem öltem meg senkit. Nem hazudtam, nem loptam, nem okoztam olyan kárt. Nem erőszakoltam meg senkit. Na de a gondolataim és a vágyaim? Gondolatban már hányszor öltem? Gyilkos vagyok. Hányszor raboltam? Tolvaj vagyok. A vágyaimban és a gondolataimban annyiszor paráználkodtam, hogy össze se tudom számolni. Totálisan elveszett ember vagyok. Kegyelemre van szükségem. Arra, hogy Isten kiárassza rá. És Isten ki akarja árasztani. És azt mondja, hogy Jézus azért halt meg a kereszten. És te bűneid büntetését elhordozza. És én szeretlek, és elfogadlak. Enyém vagy. Ez a kegyelem üzenete. Látod ezt? Érted ezt? Többet kérdezek. Éled ezt? Mert ha csak itt van, nem ér semmit. Képmutatás a kereszténységünk. Egy nagy képmutatás, ha csak itt van. De ha itt van, a szívünkben, akkor cselekedett és fog válni. Akkor változik az életünk. Ha te nem látod teljesen a reménytelen állapotod a bűneid miatt, akkor soha nem fogod látni a kegyelem értékét. Soha. Hadd mondjak egy példát. Ha most te egészséges vagy, oda megyek hozzád, azt mondom, éj! Ez különösebben nem fog meghatni. Azt mondod, kösz, szépen élek. Olyan természetes élsz. De oda megyek hozzád, és azt mondom, az orvosok most rákot állapítottak meg nálad. Egy heted van. De van egy gyógymód, meg tudnak gyógyítani. És élni fogsz. Éj! Van különbség? Az a baj, hogy nagyon sokszor mi az első állapotban vagyunk. Az első ember állapotában. Természetesnek vesszük, hogy újjászülettünk, keresztények vagyunk, élünk. Ez nem természetes. Nem természetes. Halálos betegek vagyunk, mindannyian. A bűn, ami pusztít, aminek csomó következménye van egyébként, ezért vagyunk betegek, öregszünk. Sok minden más következménye is. Az ott van az életünkben. Kimondhatatlanul szükségünk van, és vágyakoznunk kell a kegyelemre, hogy Isten kegyelmét megértsük, megéljük. Ennél nincs fontosabb üzenet, én azt gondolom. Mert lehet sok minden másról beszélni, hogy olyan jó kérdéseket lehet föltenni. Tud-e Isten olyan nagy követ teremteni, hogy nem tudja felemelni? Na, mi erre a válasz? Ezen el lehet filozofálni, csak nem tudom, hogy ez meg fogja változtatni a te életed? Egy idő után köveket fogsz látni mindenhol. Tehát lehet, hogy tényleg megváltoztatja. Csak nem biztos, hogy azzal érsz valamit. Meg lehet gondolkodni mindenféle más okos teológiai dologról, hogy a végidőkben, hogy mi fog történni, hogy melyik profécia, hogy értelmezendő, meg lehet vitatkozni ezen. De hadd mondjam el, hogy amikor eljönnek a végidők, látni fogod, hogy mi fog történni. Át fogod élni, tudni fogod. Viszont az örökkévalóság sem lesz elég arra, hogy a kegyelmet megértsd.
Azért jobb, ha már most elkezdesz rajta gondolkodni. És dicsőíteni Istent, ahogy egyre jobban, egyre mélyebben belelátsz, és megérted a kegyelmet. Nincs más üzenete a kereszténységnek, csak a kegyelem üzenete. A Jézus Krisztusról szóló üzenet. Ha valaha én erről a szószékről bármi más üzenetet hirdetnék, akkor kergessetek ki. Nem lehet másról beszélnünk, csak arról, ami a legfontosabb, amire szükségünk van minden nap, életünk minden másodpercében, hogy lássuk az Isten szeretetét, jóságát, átéljük az ő kegyelmét. És ugye azt mondtam, hogy tisztítsd meg az életed, de ezt te nem tudod megtenni, mert én sem tudom, mert képtelenek vagyunk erre. Tudod, mi tudja ezt megtenni? Az Isten. Az Isten szent lelkének a munkája. Tudod, mi által? Hogy megérted a kegyelem üzenetét. Hogy megérted azt, hogy micsoda a bűn mélysége a te életedben, és a kegyelem magassága a te életedben. Ez fogja megváltoztatni az életed. Ez totálisan megváltoztatja. Eddig mindenkit megváltoztatott. Miért beszélek erről? Minden ébredés ezzel kezdődött. Minden ébredés ezzel kezdődött. És szeretnék most valami olyasmit mondani, ami nagyon furcsa, és nem szokták a szószékről. Én most szeretnélek titeket gyűlöletre uszítani és tanítani. Arra akarlak rábeszélni, hogy tanuld meg gyűlölni a bűnt. Nem a bűnöst, vigyázz! Isten sem gyűlöli a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Gyűlöli a bűnt. Ha a te életedben van bűn, te gyűlölöd azt? Tudod, hogy Jézusról mit olvasunk? 45. Zsoltárban azt olvassuk róla, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Szeresd hát te is az igazságot, és gyűlöld a gonoszságot. Nem lehet úgy kereszténységet élni, hogy szeretjük Jézust, de nem gyűlöljük a bűnt. Akkor hazudsz. A kereszténység radikális, a bűnnel szemben radikális. Nem köt kompromisszumot, Jézus sem kötött. Te se kös. Figyelj, Jézus az nem csodálókra vágyik. Nem arra vágyik, hogy csodáld, hanem hogy kövesd. Hogy tanítvány legyél. Hogy engedelmeskedj neki. Kemény beszéd, ezt tudom. Amikor Jézus ezeket elmondta, sokan otthagyták. Elmentek. De Jézus elmondta. Ez az igazság. Azért, mert ha megtanuljuk gyűlölni a bűnt, és szeretni az igazságot, szeretni Jézust, szeretni a kegyelmet, akkor meg fog változni az életünk. Ahogy mondtam, minden ébredés ezzel kezdődött. És még nem beszéltem arról, a sok mindenről, hogy indult el az ébredés, hogy mit kell tennünk. Még csak arról beszéltem, hogy mi az előfeltétele. De ezt látjuk mindenhol. A Bibliában az összes ószövetségi, újszövetségi ébredéseknél, az egyház történelemben. Ha megvizsgálod azoknak az embereknek az életrajzát, akik átéltek hatalmas ébredéseket. Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, Dwight Moody, és a többiek. Billy Graham. Kérdezd meg őket. Elolvashatod az életrajzukat.
elolvashatod azokat az ébredéseket, amin átmentek. És meg fogod látni. Mindig azzal indult, hogy meglátták a keresztények a bűn mélységét a saját életükben, és a kegyelem magasságát. Meglátták a bűn mélységét, és amikor ha azt meglátja valaki, akkor térdre esik és sír. És meglátták a kegyelem magasságát, és amikor azt meglátja valaki, akkor felugrik és táncol és ujjong. Ez történt az ébredésekkor. Olvasd el, láss és érts. Az ébredés előfeltétele a mi szívünkben, hogy lássuk a bűn mélységét és a kegyelem magasságát. Enélkül nincs ébredés. Következő alkalommal szeretném még folytatni, tulajdonképpen ez csak egy bevezető volt, de talán a legfontosabb fundamentumot elmondtam, ami az ébredéshez vezet. És meg fogjuk vizsgálni, hogy az ébredésnek milyen további jellemzői vannak, és mit kell tennünk még. De most a mai napon azt mondja nekünk Isten, hogy mi ébredjünk fel először. A mi életünkben legyen ébredés először, hogy utána az ébredés emberei legyünk, és mások felébredjenek a Szentléleknek azon munkáján keresztül, amit rajtunk keresztül fog végezni. Egy igével szeretném befejezni, ami szerintem nagyon jól kifejezi, hogy mikor jön el az ébredés. Hóseás 10:2. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Az minden vágyam, hogy eljöjjön Isten szent lelke és az igazság esőjét hullassa ránk. Hiszem, hogy egy ébredés előtt állunk, és hiszem azt, hogy Isten szent lelke szól hozzánk. Válaszoljunk neki. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük a kegyelmet, azt a mérhetetlen gazdag kegyelmet, amit nekünk adtál. Köszönjük azt, hogy mielőtt használni akarsz, a mi életünket akarod megtisztítani. Urunk, azért imádkozunk, hogy mindannyiunknak, akik itt vagyunk, mutasd meg az életünkben a bűnt. És mutasd meg a kegyelmet. Mutasd meg, hogy lássuk Jézus. Lássunk téged a kereszten, lássuk azt a szeretetet, amivel megmentettél minket. Azért imádkozom, hogy mindenki, aki itt van, megérthesse. És nem csak megérthesse, hanem megélhesse a kegyelmet. És ez meg fog változtatni bennünket. Változtass meg bennünket, drága szent lélek. Imádkozom azért, hogy Uram, tölts ki a te szent lelked mindannyiunkra. Hozzál el ébredést a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben, ebben a városban, ebben az országban. Jézus nevében. Amen. Ez volt az első rész, ahogy említettem. Jövő hét szerdán folytatjuk az ébredésről. Sziasztok, Isten áldjon benneteket.